Ez már a sokadik Lébőjtöm. 2011 óta rendszeresen járok ide. Minden évben már, amikor itt vagyok, kérem a következőnek a dátumát, hogy be tudjam írni, és ahhoz igazítom az életemet. Sokat nem gondolkodtam rajta, mivel azok a vitaminok, amiket szedek, azokkal nem vagyok megelégedve, és mondta nekem egy ismerős, hogy ez milyen jó, de az embernek az kevés. Azért jöttem el, hogy na itt kipróbáljam, hogy tényleg miből áll, hogy mint, és meghalljam azt az illetőt, aki ezt test közelbe hozza. Mindenképpen szeretem a Lébőjtön az új programokat, új ismereteket felszedni. Szeretem mind a mozgásos programokat, mind az ismeretterjesztő programokat. Formálja a tudatomat lépésről lépésre, évről évre. Itt nem csak Böjtről van szó, én úgy érzem egy ilyen Lébőjt tábor vagy kúra alatt. Tehát itt a test, a lélek, a szellem, minden kap valamit. Az ember rájön arra, hogy a saját problémája nem is olyan nagy, mert hogyha másokat meghallgatunk, akkor rájövünk, hogy mindjárt egyformák vagyunk, és ezek mind emberi dolgok, amik történnek velünk, legyen az bárki. Ide olyan emberek jönnek, én úgy látom, hogy minden ember olyan, aki egy pozitív gondolkodású, jóérzésű, jót akar, aki már erre ráveszi magát, hogy ide eljön, az nem lehet rossz ember.